A műsorban a nyugalom megzavarására alkalmas valódi hangfelvételek hangzanak el. Hello. 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 Kivel beszéltél? Folyton hívogat. Az elméje összezavarodott, és könnyen dübegurult. Tudod, hogy megtalállak? Tudom. Hogy tehette ezt? Hisz azt állította, hogy szereti. Miért szórakozol velem? Ajánlom, hogy tartsd a szád. Shannon félt, mert a férfinál mindig volt fegyver. Talán engem is megölsz? Ha tovább jár a szád, megteszem. A gonosz hangja. Szex, hazugság, hangszalag. Jól laktatok? Shannon nagyon fiatalon szült, de rettentő komolyan vette az anyaságot. 6 hónapig robotolt egyetlen szabad nap nélkül, hogy tetőt tegyen a gyerekei feje fölé, és jobb életük lehessen. Szia, kicsim! Ő azt mondaná magáról, hogy én csak egy anya vagyok, és élvezte is az anyaságot. Shannon segélyhívó diszpécser volt a rendőrségnél. Évekig dolgozott nekik. Úgy volt, hogy előléptetik. Imádta ezt a munkát, és jó is volt benne. Szeretett segíteni az embereken. Jó reggel, Donna! Szia, Shannon! Megértette magát a telefonálókkal, és jól kezelte a rádiót. Shannon mindig csendes volt és visszahúzódó. Nem sokat árult el magáról. Általában csak a gyerekeivel foglalkozott. Jó anya volt, és jó ember. Miért nem veszel kontaktlencsét? Röhelyes rajta a szemüveg. Szerintem a szemüvegtől nagyon okosnak látszik. Egyszer ti is kipróbálhatnátok. Szia! Szia! Jermir. Én Shannon, örvendek. Talán Jermir azt gondolta, itt ez a gyönyörű lány, és kiállt értem. Ez mindenkinek imponálna. Lenne kedved valamikor eljönni velem valahová? Például mehetnénk moziba. Van barátnőd? A főiskolán volt, de nem igazán működött a dolog. Shannon csodálatos. Persze minden anya ezt mondja a gyerekéről, csak nekem történetesen igazam is van. Nem tudom, mikor kezdtek randevúzni, mert sosem mutatta be őt a családnak. De úgy hiszem, Shannon inkább csak barátnak tekintette, mint szeretőnek. Őszintén szólva, azt sem tudtam, hogy néz ki. Én sosem találkoztam Jermirrel. Egyszer hazafelé jöttem a munkából, és ő épp akkor ment el. Kinézett a kocsiból, integetett, visszaintettem, és ennyi volt. Ezután már sosem láttam. Gondolom, komolyra fordult a dolog, mert Shannon bejelentette, hogy terhes, bár ő maga is meglepődött. Most mit tegyünk? Ezt hogy érted? Ez jó hír. Te nem örülsz? Azt mondta, Jermir szerette volna a gyereket, és örült, hogy végre apa lehet. Jermir, én nem vállalhatok még egyet. Shannon úgy érezte, már 2 gyerekkel is nehéz egyedülálló anyaként. Hát még 3-mal. Engem meg se hallgatsz? Sajnálom, Jermir. Shannon azt mondta, a terhesség megszakítás mellett döntött. Azt mondta, Jermir nagyon nem örült.
Mit csinálsz itt? Ugyan kérlek, hogy érted, hogy mit csinálok? Halkabban! Shannon idővel azt mondta, Jeremy elméje összezavarodott, és könnyen dübegurult. Még meg is fenyegette. Megijesztesz, Jeremy, ne csináljuk ezt! Jól van! De legalább vedd fel a telefont! Hiányzol és szeretlek! Shannon azt mondta, megijedt tőle. Meg akarta vele szakítani a kapcsolatot. Most mennem kell. Ne, Shannon! Shannon! Engedj el! Shannon visszautasította őt, márpedig szerinte Jeremy nem bírja a visszautasítást. Ezért elkezdte hívogatni. Azt mondta, először csak ritkán hívta, de később már minden nap. Végül már fel se vette a telefont. Azt mondta, először csak idegesítette, aztán furcsálta, később viszont már félt tőle. Milyen csinos vagy ma. Shannon azt mondta, megjelent a munkahelyén is, és a távolból bámulta őt. Ezért kellemetlenül érezte magát. Jeremy azt akarta elérni, hogy menjen vissza hozzá. Shannon elmondta, hogy megpróbálta megértően kezelni a dolgot, de a zaklatás csak nem ért véget. 2007. január 4-e csütörtök, egy évvel a szakítás után. Shannon aznap késett a munkából. Olyan 10 körül ért be. Az irodámban ültem, mikor megjelent a felügyelő helyettes. Gyere, Donna, ezt hallanod kell. Folyton hívogat. Shannon elmondta, hogy Jeremy zaklatja, és nem akarja békén hagyni. Aggódom. A saját és a gyerekeim életéért. Nagyon feldult volt. Az ügy nagy részét elhallgatta előlem és az apja elől. Nem akarta, hogy idegeskedjünk. A legtöbb esetnek nem voltam tanúja. Csak azt tudtam, hogy Shannon ideges és aggódik. Mi lesz a következő húzása? "911, miben segíthetek?" "A Campus Crossingsnál vagyok, és azt hiszem, egy lány leesett a lépcsőn. Kiléptem a lakásból, és megláttam, hogy itt fekszik a lépcső alján." "Lélegzik a hölgy?" "Nem tudom, én nem nyúlok hozzá." "Értem. Válaszolt, amikor megszólította?" "Nem, meg sem mozdul." "Okay. Értem, rendben. Csak hogy tudja, a mentő már úton van." "Istenem, borzalmasan néz ki. Szerintem meghalt. Meg sem mozdul." Egy januári reggelen hívást kaptam, hogy siessek az East Cornwallis Road 1400-ba, a Campus Crossing lakóparkba. Azt mondták, lehetséges, hogy gyilkosság történt. A halálok egy 38-as fegyverrel leadott tarkólövés. Amikor átnéztük a helyszínt, találtunk egy kulcscsomót és egy pénztárcát. Mivel sem pénz, sem más nem hiányzott a tárcából, úgy tűnt, nem rablás volt az indíték. Átnéztük a táskáját, találtunk egy igazolványt, és kiderült, hogy az áldozat Denita Monique Smith. Az Észak-Karolinai Egyetem népszerű végzős hallgatója volt. Valaki beszélni akar veled. Az egyik rendőr szólt, hogy egy úr beszélni szeretne vele. Sean Pate nyomozó vagyok. Örvendek, a nevem Jeremy Stroud. Kezet nyújtott, és azt mondta, Jeremy Jackson Stroud vagyok, Denita vőlegénye. Ne, Shannon! Shannon! Engedj el! Aggódom. A saját és a gyerekeim életéért. Shannon Crowley azt állítja, Jeremy Stroud zaklatja őt. Szerintem meghalt. Meg sem mozdul. 100 kilométerrel arrébb holtan találják Denita Smith-t. Örvendek, a nevem Jeremy Stroud. A rendőrség megtudja, hogy Jeremy Stroud Denita vőlegénye.
Denita halála nagy port kavart. Mert ugyan igaz, hogy Durhamben jelen van a bűnözés. Egyetemi hallgatókat nem szoktak csak úgy lelőni. Denita annyira barátságos nő volt, hogy mindenki azt hitte, véletlenszerű gyilkosság történt, hiszen ki akarhatta bántani, főleg lelőni. Utoljára karácsonykor találkoztunk. Akkor mutatta meg az eljegyzési gyűrűt. Mindenkinek eldicsekedett vele, és úgy volt, hogy nagy szabású esküvőt tartanak. Denita és Jeremy az egyetemen ismerkedtek meg, és hosszú ideje találkozgattak. Úgy tűnt, hogy szeretik egymást. Méghozzá szenvedélyesen. Mikor Jeremy lediplomázott, az egy órára lévő Észak-Karolinai Greensboro-ba költözött, ahol rendőrként vállalt munkát. Meglepett, hogy Jeremynek másik kapcsolata volt, hiszen megszállottan követte Shannont. Nem akart összeállni a kép. Amikor megtudtam, hogy Jeremy az áldozat vőlegénye, és egyben az Észak-Karolinai Greensboro rendőre, azonnal megkondult a harang a fejemben, és rájöttem, hogy pontosan ebben az irányban kell elkezdenünk a tapogatózást. Megtenné, hogy megadja az adatait a kollégámnak, hogy később ki tudjuk hallgatni? Persze, hogy ne. Miután beszéltünk Jeremyrel, egy kertész jelentette, hogy hallotta a lövést, és egy nőt látott elsietni a helyszínről. Azt mondta, egy fiatal hölgyet látott elhajtani egy borvörös SUV-val. Az elől az épület elől, amelynél rátaláltunk Denitára. Azt mondta, meglehetősen magas, világos bőrű nőről van szó. A kertész ekkor beszállt az autójába, és a helyszínre sietett. Jól van, hölgyem? Azt mondta, megkérdezte, hallotta-e a lövést, a nő pedig a kezébe temette az arcát, és csak bólintott, hogy igen. Ezért azt mondta, maradjon itt, hívom a rendőrséget. De a nő elhajtott. A legrövidebb úton elhagyta a komplexumot. Ezért az első dolgunk az volt, hogy azonosítsuk a járművet. Mr. Stroud, itt Sean Pate nyomozó. Felhívtam Jeremyt, és megkérdeztem, ismer-e egy magas nőt borvörös SUV-val, mire azt felelte, jóságos ég. Majd megerősítette, hogy ismeri. Ezután mesélt nekünk Shannon Elizabeth Crowley-ról. Mikor bementem dolgozni, egy durhami nyomozó fogadott. Don Estes, Sean Pate nyomozó vagyok. Shannon Crowley-val szeretnék beszélni. Durhamben gyilkosság történt, és Shannon az egyik lehetséges gyanúsított. Természetesen meglepetésként ért az ügy, hiszen nem úgy ismertem Shannont, mint akinek bármi köze lehetne ilyesmihez. Amikor a rendőrség elkezdte kihallgatni, nem értettem, mi ez az egész. Nem tudtam elhinni, hogy a lányomnak köze lehet egy bűnesethez. Milyen viszonyban áll ön Jeremy Strouddal? Régebben jártunk, de nagyjából egy éve szakítottunk. Amikor először kihallgattuk Shannont, mindenben együttműködött, és elmondta, hogy régóta ismeri Jeremyt, és valóban viszonyuk volt, amely azután ért véget, hogy teherbe esett. Megkérdeztem, tudja-e ki az a Denita, és azt válaszolta, tisztában van vele. Jeremy azt mondta neki, hogy ő volt a barátnője, én pedig megkérdeztem, hogy találkoztak-e valaha. Hát, egyszer láttam róla egy képet Jeremy házában, de személyesen nem találkoztunk. Értem. Volt valaha önnek lőfegyvere? Isten ments, én félek a pisztolyoktól. Meg se tűröm őket a közelemben. Várjunk csak, mi ez az egész? Denita Smith-t sajnálatos módon tegnap halálos lövés érte. Járt ön valaha a Durhamben? Megkérdeztem Shannont, járt-e valaha a Durhamben? Azt mondta, átutazott rajta, de a városban még nem járt. Hol volt ön tegnap reggel 8 és délelőtt 10 között? Orvoshoz vittem a gyerekeimet. Megadná az orvosa elérhetőségét? Hogyne. Úgy tűnt, Shannont megijeszti a nyomozás. De semmilyen mértékben nem volt büntetett előéletű. Így nem hittük, hogy képes lenne ilyesmire.
Köszönjük, hogy befáradt, Miss Crowley. Majd jelentkezünk. Rendben. Shannon kihallgatása után megjelent a munkavezetője, és azt mondta, üzenetet hoz Shannon egyik kollégájától, aki beszélni szeretne velünk, amíg még itt vagyunk. Azt mondta, tudatni akarta, hogy Shannon vett tőle egy pisztolyt. Ekkor kezdett érdekes lenni az ügy. Azt mondta, Jeremiah Strouttól szerette volna megvédeni magát. Azt mondta, Shannon azzal fordult hozzá, hogy fél Jeremiah-től, mert a férfinél mindig volt fegyver. Természetesen megkérdeztük, milyen kaliberű pisztolyt adott neki. Milyen fegyvert vett öntől? Mire ő? Egy 38-as revolvert. Azonnal feltűnt, hogy ez megegyezik a gyilkos fegyver típusával. Nem egészen. 10 perc alatt kiderült, hogy Shannon azt vallotta, sosem volt fegyvere. A kollégája vallomása azonban ellentmond ennek, mert azt mondta, vett tőle egyet. Megtudtuk, hogy Jeremiah-t erőszakosnak állította be a kollégája előtt. Azt gondoltuk, valami nagyon nincs rendben az ügy körül. Két nappal a gyilkosság után a Durham-i rendőrség kihallgatja Jeremiah-t. Adok időt, hogy elolvassa. Jeremiah elismerte, hogy viszonyt folytatott Shannonnal, mi alatt Danita udvarlója volt. Hülyeség volt, és önző döntés. Életem legnagyobb hibája. Danita tökéletes volt, tökéletes. Értem. Hadd kérdezzek még valamit. Mondta ön valaha Shannonnak, hogy gyereket akar tőle? Nem. Mikor túl voltunk az abortuszon, megtanultam a leckét. Nem lett volna szabad ilyesfajta viszonyba keverednem. Rákérdeztem, tényleg hívogatta-e, veszekedtek-e, és volt-e Shannonnak oka félni tőle? Mire Jeremiah azt mondta, épp ennek az ellenkezője állt fenn. Most kezd bennem összeállni a kép. Többször elautózott a házam mellett. Nem tudom elfelejteni, folyton hívogatott. Most meg már hibáztat is. Azt mondja, sosem bántotta Shannont. A fegyvernyilvántartásban ellenőriztünk minden fegyvert, amit valaha birtokolt, de sosem volt olyan típusú fegyvere, amellyel Danitát lelőtték. Amikor megkérdeztem, hol volt a gyilkosság ideje alatt, azt mondta, otthon volt az ágyában, a 100 kilométerre fekvő Greensboro-ban. Jeremiah továbbra is érdekelt bennünket, hiszen az áldozat vőlegénye volt. Ugyanakkor kettejük közül csak Shannon nem mondott igazat. Ezek után több dolgot kellett ellenőriznünk. Épp egy ügyön dolgozom, és az egyik érintettnek önhöz volt időpontja. Láthatnám a nyilvántartását? Shannon azt mondta, a gyilkosság reggelén orvoshoz vitte a gyerekeit. Felvettük a kapcsolatot a rendelővel, és kiderült, hogy a nő nem járt náluk. Lekértük Shannon mobil forgalmát. És megállapítottuk, hogy nem csak, hogy Shannon járt Durhamben, de a gyilkosság napján is éppen ott volt. A híves jelét egy a Danita meggyilkolásának helyszínétől 400 méterre található telefontorony közvetítette. Így bőven rendelkezésünkre állt elég bizonyíték, hogy átkutathassuk Shannon otthonát és kocsiját. Shannon elmondta, mi történt, hogy egy Smith nevű fiatal hölgyet meggyilkoltak, és hogy a rendőrség őt gyanúsítja. Azt hittem, menten elájulok, nem hittem el. Őrizze meg a nyugalmát, át kell néznünk a házat. Azt mondta, nem én tettem, mire biztosítottam, hogy hiszek neki, és tudom, hogy ő soha nem lenne képes ilyesmire.
Mikor átkutattuk a házat, sem fegyvert, sem töltényt nem találtuk. Mikor átnéztük a kocsiját, mind a sebességváltót, mind a kilincset, mind a kormányt teszteltük, nincs rajtuk lőpor. Levettük a mintákat és beküldtük az állami laborba. Aggódni kezdtem, hogy ha nem is tartóztatják le, akkor is belekeveredik ebbe az egész felhajtásba. 2007. január 9-e. 5 nappal a gyilkosság után. Milyen a krumpli, fiam? Igen? Ízlik? Semmi gond, elintézem. A Shannon autóján végzett teszt pozitív eredményt hozott lőpornyomokra. Ezért kiadták ellene a letartóztatási parancsot. Velem senki nem fogja elhitetni, hogy Shannon képes lett volna elkövetni egy gyilkosságot. Neki nem ilyen a természete, nem ilyen a háttere, nem erre neveltük, és ő nem ilyen ember. Biztosak voltunk benne, hogy elég bizonyítékunk van Shannon elítéléséhez. Ártatlan vagyok. Shannon Crowley-t kéz- és lábbilincsben vezették be a Durhami rendőrség épületébe. Sokkolt a hír, hiszen azt sem tudtam, ki ez a nő. A 27 éves nőt az Észak-Karolinai Egyetemen tanuló Denita Smith meggyilkolásával vádolják. Képzelhetik, miket írtak a lapok. Ez a nő féltékeny volt. Egy hidegvérű gyilkos, aki lelkiismeret furdalás nélkül besétált a lakóparkba, és szó szerint gyilkolt a fiújáért. Crowley korábban viszonyt folytatott az áldozat vőlegényével, Jeremy Stroud Greensboro-i rendőrrel. Mikor elképzeltem, kiölhette meg Denitát, egyáltalán nem Shannon Crowley-t láttam magam előtt. Shannont a tárgyalás kezdetéig a megyei fogházban tartják fogva. Nem sokkal Shannon letartóztatása után felhívtak minket az ügyvédei, és közölték, hogy vallomást szeretne tenni. Shannon wants to speak. Beszéltünk a fejével, és meggyőztük, hogy el kell mondania az igazságot. Talán úgy lesz a legkönnyebb, ha összefoglalja, mi történt a között, hogy január 3-án felkelt, és a között, hogy január 4-én aludni tért. Január 3-án felkeltem. Nem sokkal később a gyerekeim is felkeltek. Elmentünk a boltba, majd hazamentünk. Mikor bementem a hálószobába, ott találtam Jeremy-t. A szája elé tette az ujját, és mondta, hogy maradjak csendben. Azt hittem, meg fog ölni. Főképp a gyerekeimért aggódtam. Felhívtam a babysittert, mert azt akartam, hogy ne legyenek otthon. Egész éjjel a szobámban maradt. Végig beszélgettük az éjszakát. Néha egészen nyugodt volt, sőt, kifejezetten nosztalgikus. Emlékszem, amikor itt vagy ott jártunk. Máskor azonban feldühödött és ordítozott velem. Aztán azt mondta, elhagytál, engem senki sem hagyhat el. Mire Shannon, őrültségeket beszélsz. Hajnali 5 körül azt mondta, hogy el akar vinni valahová, de én mondtam, hogy nem mehetek, mert dolgoznom kell. Nem megyek veled sehová, kérlek, menj el! Mire azt mondta, megkönnyítem a dolgod. Vagy a gyerekeid halnak meg, vagy te halsz meg a gyerekeidért. Jeremy stílusa és az időzítés miatt Shannon attól félt, hogy ha nem teszi meg, amit mond, bántani fogja őt, mi több, a gyerekeket is. Jeremyrel mentem. Megkért, hogy vigyem el a kocsimmal. Akkor még nem tudtam, hová megyünk, csak azt, hogy a 85-ös úton haladunk. Megálltunk egy lakóparknál, és leparkoltuk a kocsit. Kérem a mobilod.
Jermir kiszállt, és elvitte a kulcsom meg a mobilom. Miért nem futott el? Aggódtam a gyerekeimért. Semmit sem akartam mondani vagy tenni, amíg nem tudtam, hogy biztonságban vannak. Egy anya bármi áron megvédi a gyermekeit, még a saját élete árán is. Néhány perc elteltével hallottam, hogy verekszik és kiabál valakivel. Nem tudtam kivenni, hogy miről volt szó. Azután meghallottam, hogy egy nővel vitatkozik. Kiszálltam a kocsiból, és elindultam feléjük. Miért veszekszel velem? Megint hazudsz, mi? Pont, hogy megoldást keresek, hát nem érted? Én nem vitatkozom. Eldördült egy lövés. Pár másodperc múlva lerohant Jermir, és az övébe dugta a fegyvert. Beült a kormányhoz. Beszállni! Nem tudok, mert zárva van. Ekkor elhagyta a vezetőülést, és hátrakúszott a hátsó ülésre. Láttam, hogy közeledik egy furgon. Jól van, hölgyem? Jól érzi magát? Amíg beszéltünk, Jermir a hátsó ülésen lapított. Maradjon itt! Hívom a rendőrséget! Tapos bele! Elhagytam a lakóparkot, felhajtottam a 85-ösre, és visszajöttem Greensboro-ba. Amikor először hallottam a történetet, tulajdonképpen meggyőző volt. Hadd kérdezzek valamit. Emlékszik, mikor először beszéltünk Greensboro-ban? Igen. Miért nem mondta el, mi történt? Semmivel sem akartam feldühíteni Jermirt, nehogy bántsa a gyerekeimet. Értük, bármire képes lennék. Bármi áron megvédem őket. Ezt ő is tudta. Pontosan ezért mondta, hogy vagy én halok meg, vagy a gyerekeim. Mikor 4-én elhajtottunk, azt hittem, sosem térek haza. Shannont óvadékkal kiengedik a tárgyalásáig. Úgy gondoltuk, az lesz a legjobb, ha hozzám költözik. Hadd legyen csak minél messzebb Strauttól. De azután, hogy Shannont óvadékkal kiengedték, újra hívogatni kezdte. Gyakran 12-szer, 13-szor, 14-szer hívta egymás után. Shannon úgy érezte, a rendőrség nem nyomoz elég komolyan Straud után. Ezért elkezdte rögzíteni a hívásokat. Halló? Halló? Eljárt a szád? Nem. Kivel beszéltél? Senkivel. Engem nem versz át. Ajánlom, hogy tartsd a szád. De a hívások csak nem maradtak abba, ezért mindent rögzítettünk. Halló? Jól vagy? Szerinted? Csak tudni szeretném, miért történt ez az egész. Miattad? Miattam? Igen. Hogy miattam? Nem is ismert, és én sem ismertem. Megtudta, hogy viszonyunk van. Ezen vesztetek össze? Igen. A saját szavaival ugyan, de kimondta, hogy azért ölte meg Miss Smith-t, mert tudomást szerzett Shannonról. Ő pedig visszautasította.
Hogy képes valaki ilyesmire? Mindkét nőről azt mondta, hogy szereti, erre az egyiket megöli, a másikat meg bemártja. Már megmondtam. Mindent elintézek. Mindkét lányjal lefeküdt, de ők nem tudtak egymásról. Miss Smith azonban tudomást szerzett Shannonról, és gondolom kérdőre vont a Jeremyt. Nem akarok börtönbe kerülni. És velem mi lesz? Inkább te, mint én. Ez nincs rendben. Én semmit sem tettem. Tudod, hogy megtalállak. Tudom. Akkor miért szórakozol velem? Tudod, hogy megtalállak. Talán engem is megölsz? Ha tovább jár a szád, megteszem. Tartsd a szádat. Tudod, hogy egyszer már megúsztam. Azt hiszed, még egyszer nem menne? Amikor bevallotta, hogy azért ölte meg, mert tudomást szerzett Shannonról, azt hittem, itt a vége, ez majd tisztázza a lányomat. Most megcsíptük. Hibázott és elbaltázta. Most elkaptuk. Aztán pénteken jött a hívás, hogy hétfőn bíróság elé állítják a lányunkat. A felvételeket Shannon ügyvédjére bíztuk. Ő lemásolta és továbbadta őket a kerületi ügyésznek. Úgy voltunk vele, hogy legyünk túl rajta, ejtsék a vádakat Shannon ellen, és Jeremyt csukják börtönbe, ahová való. Biztos voltam benne, hogy végül kiderül az igazság. Shannon félt, hogy Jeremy rájön, mire készülünk. Ahogy azt mondta, egyszer már megúsztam. Azt hiszed, még egyszer nem menne? Voltak kapcsolatai, és tudta, hol élünk. Egyszer csak kivágódott a háló ajtaja, és ott volt Shannon a földön csúszva. Teljesen kiborult, felhúzott térdekkel, odakuporodott a falhoz, és csak ringatta magát. Mi történt? Jeremyt! Segítség! Mit művelt? Megerőszakolt. Egyszerűen sokkot kaptam. Meg akartam keresni, hogy azt tegyem, amit minden apa ebben a helyzetben, de szerencsére lebeszéltek. Csak rontott volna a helyzeten. Ha valaki nem érőszak gyanújával kerül kórházba, a szokványos eljárás, hogy egy nővér mintát vesz és megpróbálják azonosítani az elkövető DNS-ét, illetve minden más bizonyítékot is begyűjtenek. February 2010. Kezdetét veszi Shannon tárgyalása. Shannon Crowley Greensboro-i 9-11 diszpécser tárgyalásának első napja. Nem tudtam, mit művelt, és azt sem, hogy velem mit fog. Shannon a saját nézőpontjából adta elő a történetet, és nagyon is hihető volt. Én nem vállalhatok még egyet. Azt mondta, pont hogy Jeremyt akarta megtartani a gyereket. Engem meg se hallgatsz! Hogy ő volt az, aki Shannon megszállottja lett. Engedj el! Hogy ő követte Shannon, ő szervezkedett, és ő tervelte ki Denita Smith meggyilkolását. Kérem a mobilot. Jeremyt maga is bűnügyekben nyomoz. Nem lett volna csoda, ha tudja, hogy kell elkövetni egy büntettet, és hogyan kell megúszni. Jóságos ég! Egy egyedülálló anyukára akarnak rákenni egy gyilkosságot. 2010. február 11-e. Jeremyt tanúnak szólítják. Amikor Jeremyt tanúnak szólították, és megkérték, mondja el, milyen kapcsolatban állt Shannonnal, azt mondta, a hallottaknak épp az ellenkezője igaz. Mikor felhívtak, az volt az első kérdésük, hogy nincs-e olyan begőzölt exem, aki képes lenne ilyesmire. Mire azt mondtam, de igen, van.
Aztán azt mondta, Shannon követni kezdte, és emiatt össze is szólalkoztak. Nem tudtam elhinni, mivel Shannon a munkában teljesen másképp viselkedett. Nem tűnt zaklatásra hajlamosnak. Nem tudtuk, kinek higgyünk. Nem volt rá bizonyíték, hogy Jamirnek bármi köze lett volna a gyilkossághoz. Nem találtak DNS-t, és az indíték sem állt meg. Végül kettejük szava között kellett választani. Azt hittük, a felvételek tisztázzák Shannont. Biztosra vettem, hogy a szalagok mindent megoldanak, és oda juttatják Jeremyt ahová való. A védelem nem akarta lejátszani a felvételeket. Azóta sem értettem meg, hogy miért. A kerületi ügyész azt mondta az ügyvédnek, hogy nem játszhatja le. De az utolsó pillanatban mégis megtette. Amikor az ügyész elindította a magnót, hogy lejátsza a beszélgetéseket, minden elcsendesedett, mert mindenki hallani akarta, mi zajlott le. Ha rájönnek, hogy lelőttem, életfogytot kapok. És velem mi lesz? Tudom, de neked több esélyed van. Amikor meghallottam a felvételeket, rögtön tudtam, miért nem akarta a védelem, hogy az esküdtek meghallgassák. A vád hamarosan lejátsza Shannon felvételeit. A nő azt állítja, az hallható rajtuk, amint Jeremyr bevallja Denita Smith meggyilkolását. Eljárt a szád? Nem. Hülyének nézel? Kivel beszéltél? Senkivel. Tudod, hogy megtalállak. Talán engem is megölsz. Ha tovább jár a szád, megteszem. Hallották Jeremyr vallomását, és most a felvételeket is. Csak nem hiszi bárki is, hogy ő hallható a szalagon. Jeremynek jellegzetes hangja van, és a felvételen hallott férfi egyáltalán nem úgy hangzott, mint ő. Tudod, hogy egyszer már megúsztam. Azt hiszed, még egyszer nem menne? Ez a hang túlságosan magas volt, és teljesen másképp hangzott, mint Jeremyr. Változott a beosztás, és onnantól délután 2-től éjfélig volt bent. Mikor Jeremyr tanúskodott, hallottuk, hogy milyen mély a hangja. Így egyértelmű volt, hogy nem ő van a szalagon. Legfeljebb 15 óráig volt a tanúk padján. Az esküdtszék alig ha tudhatta, milyen a valódi hangja, így nem tudták rendesen összehasonlítani a szalaggal. Ajánlom, hogy tartsd a szád. Van bárki, aki szerint a felvételnek van értelme? Hogy valaki, aki azt tette, amivel a vádló Jeremyrt vádolja, felhívná és ilyeneket mondana? Beismerné, hogy megölte Denitát? Ha addig bárki is Shannon pártján állt, azt hiszem, attól fogva lemondott róla. A felvételek egyértelműen a vádat igazolták. Ha elég ravasz volt ahhoz, hogy felvételeket hamisítson, ahhoz is elég ravasz volt, hogy megpróbálja beadni 12 embernek, hogy semmiképp sem lehetett ő az elkövető. Aggódom. A saját és a gyerekeim életéért. Shannon azzal vádolta Jeremyrt, hogy követte őt. És nem tudom, mit tegyek. De Denita meggyilkolása előtt sehol nem tett panaszt. Denita tökéletes volt. Tökéletes. Amikor azon gondolkodtam, milyen indítékból ölhette meg Jeremyr Denitát, semmit sem találtam. Shannonnál azonban egyértelmű lett volna. Lenne kedved valamikor eljönni velem? A kapcsolatuk a terhesség megszakítás után ért véget, amikor Jeremyr megmondta neki, hogy nem akar tőle gyereket. De én meg akarom tartani. Lehetnénk egy család. Értsd meg, én tőled nem akarok gyereket. Ha valaki gyereket szeretne a másiktól, de ő a szemébe mondja, hogy tőled én nem akarok gyereket, és a hangsúlya a tőledem van, el tudom képzelni, mennyire kiboríthat ez valakit. Akkor mégis kitől akarsz gyereket?
Ez gyönyörű. Jameer azt mondta, hogy mikor eljegyezte Denitát, Shannon mögöttük ült a templomban, és meglátta a gyűrűt. Aztán nem telik bele egy hét, és a mennyasszonyt meggyilkolják. Shannonnak nehéz lehetett elviselni, hogy végül is ő legfeljebb a szerető szerepét játszhatta. Denita megkapta azt, amire Shannon csak áhítozott, és ha Denita az útjában állt, persze, hogy Shannon el akarta tüntetni. Jó reggelt! Miért nem mondtál, mi történt? Eldördült egy lövés. Jól van, hölgyem? Amíg beszéltünk, Jeremy a hátsó ülésen lapított. Csak azután állt elő a sztorival, hogy rájött, a bizonyítékok ellene szólnak. Ha bármi igazság lett volna benne, már az elején előadta volna. Mikor ráeszmélt, hogy nem vesszük be és nem ejtjük a vádat, tartsd a szád! Rávett valakit, hogy játssz el Jameert. Tudod, hogy egyszer már megúsztam. Azt hiszed, még egyszer nem menne? Aztán Charlotte-ban előadta, hogy megerőszakolták. Amikor a kórház nővérei megvizsgálták a ruháit, észrevették, hogy a vágások túl szimmetrikusak, és a minta túl szokatlan volt ahhoz, hogy tényleg erőszakról árulkodjon. Mi történt? Én láttam, hogy négy kézláb mászott be, és az nem színjáték volt. Azt nem találhatta ki. Jameer azt mondta, akkor épp Atlantában volt. Ráadásul, amikor megjöttek a DNS eredmények, Jameer DNS-ét nem találták meg. Valamivel ismételten meg akarta vádolni a férfit, mert ha sikerül, ő ártatlannak tűnik fel. Erre csak a bűnös képes. Shannon Crowley-t bűnösnek találják Denita Smith meggyilkolásának büntettében. El tudom képzelni, miért gondolta, hogy meggyőzheti az esküdtszéket. Igaz, hogy a sztoria nem volt túl meggyőző, de rettentő jól tudta előadni. Ugyanúgy, ahogy a szüleinek is beadta. Életfogytig tartó fegyház büntetésre ítélik. A lányom tökéletes célpont volt egy Jeremy Strauthoz hasonló gazfickó számára, és most még őt ítélik el a férfi büntettéért. Azóta sem találtak olyan bizonyítékot, mely Denita Smith meggyilkolásához kötni Jeremy Stroudot, vagy Shannon Crowley zaklatásához, vagy a Shannon Crowley sérelmére elkövetett állítólagos erőszakhoz. Shannon a mai napig ragaszkodik az ártatlanságához. A gyilkos fegyvert azóta sem találták meg. Tudom, hogy egyszer még hazajön. Tudom, hogy az igazság ki fog derülni. Talán anyuka sosem vallja be apukának, és apuka sem anyukának, hogy azt hiszik, a gyerekük tette, de szerintem értelmes emberek. Ha értelmes emberek tudják, de melyik szülő lenne képes kimondani az ítéletet? Ha lenne kézzel fogható bizonyíték, amely minden kétséget kizáróan bizonyítaná, hogy ő tette, én elfogadnám. De akkor is szeretném mindennek ellenére.